A Nemzeti Összetartozás ívében 6-3 széki II. Világháborús veterán honvéd kapta meg a Magyar Érdemrend lovak keresztjét. Magyar állami kitüntetésben részesült a sepsiszentgyörgyi Barta Mihály is, az utolsó élő úzvölgyi veterán. A kitüntetést a rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel ma délben, szűk családi körben, rendkívüli óvintézkedések mellett adta át Tóth László csíkszeredai főkonzul és Tamás Sándor Kovászna megye tanácsának elnöke. Katonai tiszteletadás mellett vehette át az Áder János köztársasági elnök úr által adományozott állami kitüntetést a sepsiszentgyörgyi vitéz Barta Mihály, II. Világháborús veterán. A 96 éves magyar honvéd 1944-ben részt vett az úzvölgyi harcokban, túlélte a II. Világháború borzalmait. Később asztalos mesterként kereste kenyerét, de úzvölgyét örökre a szívébe zárta. A kommunista rendszerben titokba járt ki családjával, barátaival az ezeréves határhoz. Sorstársaival fenntartotta a történelmi emlékezetet, részese volt az emlékműállításnak az úzvölgyi sírkerben, ahová mind a mai napig kijár és ápolja ott nyugvó bajtársai emlékét. A közel egy évszázadot megélt veterán a nemzet szolgálatában, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett példamutató tevékenysége elismeréseként kapta a magasrangú kitüntetést. Ennek egy nagy meglepetés volt. A magyar kormánytól kaptam ezt a nagy kitüntetést, mert megérdemeltem, mert sokat harcoltam, dolgoztam az úzvöldében. A kollégákkal együtt, de a kollégák elmaradtak, de a Jóisten adjon békességet, erőt, egészséget, még éjek vagy napot. Hely, nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetés. Nincs a világon közösség vagy nemzet, nincs ország, amely valamilyen módon ne ismerné el a rendkívüli teljesítményeket, és ne juttatná kifejezésre ezekért érzett háláját, mondta a díjátadó ünnepségen Tóth László csíkszeredai főkonzul. A veteránt a sepsiszentgyörgyi és háromszéki elöljárók is köszöntötték. Mi székelyek katona nemzet vagyunk, de nem csak katona dolog miatt, hanem becsületbeli kérdés számunkra az, hogy ma 6-3 széki és erdővidéki II. Világháborús veterán előtt tisztelektünk. Azért becsületbeli kérdés, mert emeljük kalapunk mi és az utánunk következő generációk azok előtt, akik a magyar haza védelmében harcoltak, azok előtt, akik időnként a vérüket is elengedték a szülőföldért. Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést kapott Barta Mihályon kívül a Baróti Bóér Imre, a Kézdisárfalvi Máté Lajos, a sepsiszentgyörgyi Nagy Sándor, a Málnási Szövérfi Árpád és a Lemhényi Tódor Antal.